Kedden délután ismét lakossági fórumra invitálta a kalocsaiakat dr. Angeli Gabriella. Az esemény nyitányaként kiemelte programjának legfontosabb elemeit, így többek közt beszélt a munkavállalók helyzetéről, bérezéséről is. Mi azt szeretnénk, hogyha változás lenne, és legalább 150 ezer forint lenne az a nettó bér, amit mindenki hazavéhet, és amiből el tudja majd tartani önmagát és a családját. Ezzel meg tudnánk akadályozni azt is, hogy külföldre menjenek azok az emberek, akik a több pénz reményében ott vállalnak munkát. A képviselőjelölt hozzátette, hogy ezzel a lépéssel a szakképzett munkaerő hiányt is csökkenteni tudnák, ami egyre nagyobb problémát jelent napjainkban. A béremelést pedig a vállalkozók terheinek mérséklésén keresztül akarják megvalósítani. Az eseményen jelen volt dr. Őrsi Mátyás, a Demokratikus Koalíció országos tanácsának tagja is, aki elmondta, sorsdöntő választás lesz a vasárnapi. Az országnak ismét arról kell döntenie, hogy nyugathoz vagy kelethez tartozik-e. Szent István óta ennek az országnak az az óhaja, hogy a nyugathoz tartozzék, és csak a külső hatalmak kényszerítettek bennünket kelet felé. Most először néz ki úgy, hogy a magyar lakosság döntésének nyomán van egy olyan kormány, amely keletre akarja Magyarországot vinni, és mi azt mondjuk, hogy ne hagyjuk. Nyugaton az emberek jobban élnek, nagyon biztonságban élnek, ott nem lehet ellopni az embereknek a pénzét. Egyszer nyugat minden szempontból jobb, hát nem is véletlen, hogy sok százezer magyar nem kelet felé veszi az irányt, hanem nyugatra. A fórum során szó esett az esetleges visszalépésekről is, hiszen folyamatosan tárgyalnak erről egymással a különböző szervezetek, de úgy tűnik a Bács-Kiskun megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületben nem lesz ilyen.